Kecskeméten is megkezdődött az ökumenikus ima hét. A Krisztus hívők egységének megerősítéséért szervezett sorozat fókuszában ezúttal a gyümölcstermelő élet áll. Az ima óránk hétfőtől a szombatig minden este 17 órakor kezdődnek a Református Templomban. Az alkalmakat élőben közvetíti a Kecskeméti Református Egyház község YouTube csatornája, ezzel egy idejűleg pedig a Kecskeméti Televízióban is követhetők. Ehhez kapcsolódva a kiemelő című műsor ma esti stúdió vendége Kuti József, a Kecskeméti Református Egyház község elnök lelkésze, és Görbe László szerzetes, a Szent Háromság plébánia plébánosa lesz. Arról kérdezzük őket, hogyan szerveződött idén az ima hét, mi az igei hirdetések központi üzenete, és miért fontos az ökumené, az egység megélése a helyi keresztény felekezeteknek.